Nagy volt a nyüzsgés kedden délután a Tagore sétányon. Ez nem csoda, hiszen a Futafüreden évek óta rekordszámban állnak rajthoz a körzet óvodásai mellett az általános és a középiskolás diákok is. Ebben az évben egészen pontosan 783-an teljesítették a különböző távokat. A mai nap is mi minden évben szeretve felvártuk itt a fiatalokat, a jó idő megjött, úgyhogy itt a Tagore sétányon lebonyolítjuk azt a sokadik Futafüredet, amit minden évben megteszünk októberben. Rajt! Az első körben a középiskolások rajtoltak. A fiúknál a Lócis Németh Gergő már a táv elején az élre állt, és meggyőző fölénnyel nyerte a versenyt. Tavaly sajnos elnéztem az első kanyart, előfordultam, és sajnos ez a harmadik helybe került, de idén, hála Isten, tudtam, hol kell fordulni, és sikeresen abszolváltam ezt a feladatot. Hétvégén volt egy másik verseny, kicsit izomlázzal küzdöttem, de ő most belefért ebbe a rendezvénybe. De a sportársak nagyon ügyesek voltak, nagyon nagyot hajtottak, élmény volt velük versenyezni. A lányok versenyén akadtak olyanok is, akik a kamera láttán a délutáni sétát futásra váltották. A befutó szoros volt, Simon Nicoletta csak egy lépés előnnyel nyert. Voltak üldözőid is, azt láttuk végig. Hát, minden verseny az ilyen, erről szól. Hát gondolom, hogy akkor te atlétizáltál is, hiszen aki ennyivel nyer. Hát régen volt, egy pár év. És most valamilyen sport? Tékvándozom. A középiskolásokat az óvodások népes csoportja követte. Akárcsak az elmúlt években ők voltak a legnagyobb létszámban, és természetesen a leglelkesebbek is. A harmadik korcsoportban újból magabiztos győzelmek születtek. A fiúknál a tihanyi általános iskolás Redenszky Zsombor óriási előnnyel futott be a célba. Szerintem most viszonylag jól sikerült a vége. Készülsz te a futásra, vagy hát most amit belevírtál adni? Hát, amit belevírtam, addig nem szoktam külön készülni. Nehéz volt? Milyen volt a két kör? Hát nem annyira, én közepes. És mikor érezted, hogy most ezt csak te nyerheted meg? Hát már itt a legvégén, amikor már 10 méterre voltam nagyjából. A lányok versenyében a bátor is Eső Dóra esélyt sem hagyott ellenfeleinek. Akinek a vedac van a hátán, meg még elől is, annak nyerni kell minden versenyt. Köszönöm. 100 méterre nyertél legalább, milyen volt? Jó volt, meg kemény. Mennyire volt fárasztó? Hát eléggé, de jól esett. Gondolom sportolsz, milyen távon indulsz? Igazából most még így nem döntöttük el, most még minden. Jó, de az úszóversenyen is, vagy atlétikán inkább? Atlétikán. Végezetül a 2019-es Futafüred győztesei korcsoportonként Enc Viktória, Dezső Viktor, Máté Julianna, Csalló Bulcsú, Érfalvi Emili, Csima Alex, Eső Dóra, Redenszky Zsombor, Schoffhauser Debora, Hegedűs Barnabás, Simon Nicoletta és Németh Gergő.